A felvételeken is látszik, mennyire jól érezték magukat a gyerekek szerda délelőtt a Lovasparkban Oroson, a Kisvakon táborozói, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara jóvoltából pályaorientációs programokon is részt vesznek a nyáron. A céglátogatások fő célcsoportja az általános iskolai diákok, főleg azok a tanulók, akik még a középiskolai felvételi előtt állnak. Ezen a nyáron 4 héten át közel 100 diákot szólít meg az iparkamara. Ez idő alatt játékos formában próbálja a kamara megismertetni a diákokkal a különböző szakmákat. A pónikocsikázás mellett a bútorgyártást is megismerték a tanulók Oroson. Nekem a bútorok nagyon tetszettek, mert nagyon szép, elegánsak voltak, és nagyon jó volt látni a lovakat is, hogy ott mivel foglalkoznak, akik itt dolgoznak, és nekem nagyon-nagyon tetszett. A Kisvakon táborban nagyon sok izgalmas program van, mindig úgy veszem észre, hogy reggel anya betesz, és már szinte pont akkor jön is. És nagyon hamar elmegy a nap. Nekem a lovacskázás tetszett a legjobban, mert a kispónék nagyon tetszettek, mert kicsik voltak, és a sörényik voltak, a sörényik hasonlított a seprűhöz. A Fafurdancs 2000 Kft.-nek mintegy 20 éve van már kapcsolata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarával. 2000 óta pedig tanulóképzéssel is foglalkoznak. Korábban a kiváló gyakorlati képzőhely minősítést is megkapta a vállalat. Külön a műhelyben, szakoktatóval egy évben körülbelül 25-30 fődiák dolgozhat itt Oroson, tanulószerződéssel fizetésért. A cég bútor és épületasztalos diákokkal foglalkozik a nyíregyházi Veselényi Miklós szakközépiskolából. Igazán, aki szakmát szeretne tanulni, feltétlenül nagyon nehéz most igazán őket kiképezni. Nagyon, a világban nagyon csábító más dolgok vannak tulajdonképpen. Ez az internetvilág, meg számítógép, egyebek. Nehéz kordába tartani a gyerekeket. Nálunk is vannak szabályok, amikor a gyerekek reggel megjönnek, hogy egy kicsit kiráncigáljuk abból az internetes világból, hogy ez egy fizikai munka egy alakulatilag, és minden oda kell figyelni, és próbálunk a szülőkkel kapcsolatot tartani. Nagyon sok a szétszakadt család gyakorlatilag, nagyon nehéz őket így összetartani, de hát azon vagyunk közösen legalább 5-6 fővel itten, hogy folyamatosan kapcsolatot tartjunk az iskolával, a szülőkkel gyakorlatilag, meg mi együttal egy úgynevezett pótapaként is működünk gyakorlatilag, mert azt hiszem legalábbis, hogy mi nagyon sokat foglalkozunk a gyerekekkel. A vállalat korábban még nem vett részt a pályaorientációs tábor programsorozatában, de szívesen fogadta a gyerekeket az iparkamara megkeresésére. Bár a Kisvakon táborban jelenleg a Nyíregyházán működő oktatási intézmények tanulói vesznek részt. Az iparkamara pályaorientációs tevékenysége az egész megyét lefedi januártól decemberig a különböző rendezvények segítségével.